Sziasztok, én MattMedz vagyok, és köszöntök mindenkit az Alice Online Gaming Community League of Legends 3v3 versenyének a harmadik napján. Itt van velem Krolex. Sziasztok. És az első mérkőzésünk a TP versus Team 14-4, na ez mindig kifog rajtam. A bandok elég gyorsan pörögnek, a TP-nél Pantheon és Tryndamere, míg a Team 14-14-14-14-14-nál Darius és Cho'Gath. Eddig. És a harmadik tiltással egy kicsit várnak a csapatok. Migri. Ugyám. És visszalépünk, valami probléma lehet. Valami probléma lehet a csapatoknál. Nem tudjuk egyelőre, hogy mi a gebasz. És kilép, egyre több játékos lép ki. Nem tudjuk, hogy mi történik, átrendeződnek a csapatok, vagy... Megjött a harmadik játékos, akkor ezek szerint volt egy beugró valamelyik teamnél. Megjött az egyik játékos, igen, az egyik teamnél, és így teljes a csapat, ezért kellett kilépni. Ugye az már benne is van a chatben, hogy ugyanazok a bannokkal folytatódhat a játék. Majd, de egyelőre nem connecteltek be. Alakulnak a csapatok, remélem, hogy most már lassan jönnek majd az invek is. Na, összerakjátok, srácok. Na, mi lesz? Nem jönnek két másik csapattag. Hát a részükről mehet akár felőlünk. Felőlünk is mehetne, igen. Igen, de, ja. Nem, de egyelőre az invite-ok sem érkeznek. Nem tudjuk, hogy mi van. Azt mondták, hogy megjött a harmadik. Ehhez képest még második sincs, nem hogy harmadik. Hát igen, érthető egy kicsit a feszültség, ugye mondjuk 3 perc az még nem késés ahhoz képest, hogy tegnap fél órás késések voltak. Szerintem ahhoz képest egész jól tartják magukat. Hát persze, mindenkinek ugye be van az, hogy de... 1 perc múlva mennem kell, hát akkor sok időd lesz a mérkőzésre. Na. Én azt javaslom, hogy amíg a csapatok nem állnak föl, addig nézzük tovább a launchert, és hallgassunk egy kis elcsé zenét. Jövünk vissza. Oh,
És itt is vagyunk, persze, nyilván, amint elindítom a zenét, abban a pillanatban megérkezik minden játékos, és folytatódik a mérkőzés, na mindegy, ez legyen a legnagyobb probléma. Mehetünk. De egyelőre nem connectelnek a tímek, most megérkeztek. Jó, ez érdekes volt. És visszadobta megint. És megint visszadobta, megint kilépett valamelyik játékosuk. Jó, hát... Most ez megint egy beugró, ugye, mert... Nem, Neo a harmadik játékos, és Csácsatár volt elvileg a beugrójuk. Ja, értem. Fú, jó, itt azért kezdek elszabadulni az indulatok, nem baj, ez legalább egy jó mérkőzést eredményez. Reméljük, hogy azért a csapatok közt nem lesz nagy kiakadás. A bannolható csempionok, ugye elvileg szénban van. Igen, ezt tartják is a csapatok. Ez érdekes eljött ki, tehát mennyi háromszor kellett újraindítani ugye a mérkőzést? Nem csodálom, hogy egy kicsit elpöccen azért ilyenkor az agyuk, de és a szénbannok sem mennek, vagy egy kicsit nehezen akar elindulni ez a mérkőzés. Vagy nem tudják, hogy ki volt a band, a Trindamer megérkezik. Elvileg most egy csogát várható, meg is van. Igen, és akkor ugye jön a harmadik, ugye ami szabad mind a két csapatnak, ugye ezek a bannok még nem voltak, mondjuk az a baj, hogy ilyenkor akár lehetőséget is kap a két csapat, hogy megnézze a másik tímnek a meccseit, ki mivel játszik. Egy kis felderítés. Igen, egy kis információgyűjtés. TDI. Poén lenne, hogy lenne Pajesz TDI, Jupiter TDI, meg Audi TDI. Na jó, és akkor egy Syndra. Jönnek a pikkek. Rekkuts első pick. Nem tudom, hogy melyik team melyik, hogy a TP versus Team 4 Team 4 a baloldali kék csapat, vagy a lila csapat, mert ugye az csak a szoba neve. Nem tudom, hogy melyik team melyik. Ez így elég hülye jött ki, de hát ez van. Azért ezt jó lenne megnézni. Mindjárt utána járunk a dolognak, közben nézzük a pikkeket. A kék csapat első pikkje, így Gragason gondolkodik, de gondolom még nagyon megy a megbeszélés, mert már csak 10 másodperce van vissza ugye az alap 50-ből, és még mindig nincs meg, hogy kit hoz. És az utolsó pillanatban vált egy Ziggs-re. Igen, a csapat AP-s karakter meg is van, és talán jön rá egy Annie válasz. Igen, lehet, hogy Pajesz az a kontrazik rá, igen, le is pikkeli. És egy Jarvan, aki eddig mindig nyerő lap volt, pikket is kap, és a túloldalon egy... túloldalon egy Xinzao. Közben itt utána jártunk, igen, Rekkuts, Neohun és Hatilla, Team 4, tehát pont fordítva van egyelőre a név, bár ti ezt nem látjátok, majd in-game-ben. És egy Orianna, Kennen, Udyr, Lucian, Teemo, na, Garen, Lee Jin, You Blind Man. Villogtatások kinek milyen van. Igen, na, mit hozzak be ellenetek? Na, mit hozzak? Kérdés, hogy az utolsó mit fog pikkelni, ugye? Jasó, hát ő eddig sosem jött jól, tehát ő még azért nem jött ki jól egyszer sem. Ma,
tegnap előtt meccseken. Igen, és meg is van Fiora, a másik oldalon pedig egy Leona. Hát ő nem túl agresszív, bár nagyon jó helyzetbe tudhatja hozni esetleg Jarvant. És bizony Ennit is. Igen, meg is volt a csere, meg van Leona. Akkor úgy néznek ki a csapatok, hogy a kék csapat a 14-4 Zix, Fiora, Xinzao, míg a TP csapata Leona, Jarvan és Ennivel kezdi meg a harcot. Igen, és hamarosan meg is tudhatjuk, hogy ki merre megy. Igen, azt majd néhány perc múlva felvillantja a játék, felvillantjuk addig is. Hát nézzük meg, hogy milyen kombókra lehet számítani. Ugye egy Leona elég hirtelen az ultimate-jével be tudja lassítani, esetleg stunnolni az ellenfél játékosait, miközben Jarvan rájuk tud csúszni, el tud ultizni, és ugye Ennie is lehívja Tibers, azért mind a három egy egész erős, nagy damage-et osztó, területi sebzést osztó ultimate képesség. Bár a túloldalon szintén ugyanez elmondható, hogy Xinzao be tud ugrani, bár ő szétcsapja őket, de Fiora ultimate után mondjuk a low HP-kat Xinzao elég szépen meg tudja kaszabolni, ahogy Zix is ugyebár bárkit akár ki tud sniperkedni is, vagy éppen még teamfight előtt egy hatalmas damage-et visz le az ultimate-jével. Igen, hát ugye a Xinzao ultimate-et néha arra szokták használni, hogy gyorsan beugranak, szétütik a többit, ADC-n legyen a fókusz, vagy éppen a leggyengébbik tagon, de hát ugye Ennit azért eléggé HP-sra szokták építeni. Igen, itt érdekes lesz, mert Ennit is ki tudják úgy építeni, hogy ne legyen papír. Jarvan ugye alapból is olyan, hogy azért egy egész jó tanknak mondható, pláne late game-be. Early-be meg hatalmas damage-et tud vinni, ezt láthattuk már jó sokszor itt a 3v3-as bajnokságon. És ugye Leona, hát ő meg egy instant, gusztustalan erős tank. És azért ugye itt a harmadik napon már elég komoly csapattaktikák lehetnek, tehát ide azért nem egy bármilyen csapatok jutottak el. Másik oldalon Zix bár nem túl tankos, ő nagyon jó pozícionálható hős, hatalmas poke damage-gel. Hát érdekes mérkőzés lesz, két percünk van még ugye a mérkőzés kezdetéig. Bannok ugye egy Pantheon nagyon nem szeretett volna a kék csapat. Érthető, és ugye ő is be tudott volna ugrani mindenkit slow-val, az megint csak össze lehetett volna akár kombózni egy Jarvannal, Leonával, Braum szintén megint csak a slow, tehát az ilyen CC-seket szedték ki, ugye Tryndamere meg hát alapból gusztustalan erős, tehát ami viszont nagyon meglepett engem, hogy a három nap alatt egyszer nem láttunk se a bannok között, se a meccseken Mastery-t. Hát igen, talán a játékosok már úgy kezdik gondolni, hogy igazi bronz carry, de Mégis hatékony azért. Igen, tehát azért Master Yi nem véletlenül gondolja mindenki a gusztustalan karakternek, hihetetlen erős. Ha early-be jól játszanak vele, nagyon-nagyon nagy damage-et tud kiosztani, úgy, hogy szinte el sem lehet kapni. Igen, most egy kicsit segítettünk a következő meccsre, ki mit pikkeljen. Ja, igen. Igen, vicces lenne, hogy tényleg a következő körben valamelyik mérkőzésen pikkelnének egy ít, azért az vicces lenne. De csak nem. Akkor, hogy mi leszünk a hibások, hogy na, kommentátorok miatt most kaptunk egy troll e-picket, jaj. Azért az nem lenne kellemes. Na, lássuk. Igen, még nagyjából egy fél percünk van, és kezdődik is a meccs. Ugye azt még mindig nem tudjuk, hogy a Summoner spellek közül mit választottak a játékosok, ezt majd hamarosan megmutatjuk nektek. Mi már bizony látjuk, így is gondolkodunk a stratégiákkal, de erről még sajnos nem beszélhetünk semmit. Ugye kérdés az, hogy a megszokott taktika jön-e, hogy valamelyik két játékos együtt megy esetleg az alsó vagy felső vonalra, vagy lesz egy jungler, és ugye ő segíti a játékosait, ezzel viszont ugye az egyedül játszó hős nagy hátrányba kerülhet, hogyha másik csapatnál valaki double lane-ezik, és közben el is kezdődik a mérkőzésnek a betöltése legalábbis, ugye a meccs már 3 perc megy, nekünk ennyi delay-ünk van. Lássuk, nagyon kíváncsi leszek, hogy mit hoznak a játékosok ki ebből a mérkőzésből. Ugye már első nap is nagyon izgalmas meccseket láthattunk, a tegnapi nap egy kicsit unalmasnak mondható, mivel
nagyon nagy szüneteket kellett tartani, és egy közel 3 órás stream alatt 2 mérkőzés ment le. Ugye volt olyan csapat, aki nem jelent meg, voltak, akik hihetetlenül sokat vártak, tehát emlékszem, hogy konkrét mérkőzésen egy tagra vagy kettőre több mint fél órát kellett várni, az mondjuk annyira nem volt jó, de végül egy jó mérkőzést láthattunk akkor is, és ugye most itt vagyunk, 3. napon, itt már tényleg csak a legjobb csapatok vannak itt. Jó mérkőzésre számíthatunk szerintem. Igen, ugye tegnap láthattuk, hogy kicsit szétszórtak voltak a csapatok, nem nagyon tudtak időben ideérni, de már azért várjuk a pontos időpontot, mindenki időre ideérhetne. Igen, jó lenne. Közben be is töltöttünk, elkezdődött a mérkőzés. Lássuk, mivel kezdenek a játékosok. Ziggs valószínűleg elég agresszíven fog játszani, 2 Durant gyűrűvel kezdett. Igen, és ahogy láthatjuk, Annie is. Most már láthatjuk, hogy ugye Leona valószínűleg supportot fog játszani. Hát elég valószínű, hogy Jarvan mellett. Ugye mostanában ez a dual top szokott nagyjából menni. Viszont a kék csapatnál láthatjuk, hogy Sinzao jungle-t visz. Így ugye a kék csapatnál lesz egy olyan játékos, aki szóló lénezni fog. Ezzel ugye elég nagy kihívás elé állítva önmagát. De végül is miért nem működhetne a taktika? Bizonyára tudják a játékosok, hogy mit csinálnak. Igen, és ezzel láthatjuk, hogy Fiora viszont exhaustot hozott, ugye lassítás, AD csökkentés. Hát igen, nagyjából számított rá, hogy Jarvan és Leona érkezik ellene. Hát ugye ez menekülésnél is hasznos lehet, és a támadásnál is. Viszont így a két csapatnak nincsen égetése. Közben ugye el is kezdődött a mérkőzés, goldokban nyilván még nincsen eltérés. Az oltárok még nem nyíltak föl, Ziggs fog úgy tűnik, hogy szóló lénezni egy Jarvan Leona ellen. Hát azért az kemény feladat lesz, mert ugye Jarvan is bármikor rá tud csúszni, Ziggs nagyon papírkarakter, nyilván AP carry lévén nem arra van kitalálva, hogy két, hát egy nagyon erős tank és egy nagy damage-et toló féltank ellen játszon. Viszont Fiorának elég könnyű dolga lehet egy Annie ellen, bár ez csak a papírforma mutatja. Nyilván ugye a zené is nagyon jól fog játszani a stunjával. Meglátjuk, hogy mi következik ki belőle, és ugye azt se szabad elfelejteni, hogy Sinzao bármikor beérkezhet bármelyik lane-re, és azzal hatalmas nagy segítséget adhat a lénerének. Igen, és már láthat, meg is van az első. Az első gyilkosság, amiről beszéltem, hogy Sinzao megérkezett alsó vonalra, és Fiorának nagyon szépen segítkezett egy killt kiosztani. Ziggs kényelmesen formolgat, Jarvan hátrál. Közben ugye átveszik az oltárokat, Sinzao átveszi a csapatának járó oltárt, míg Leona és Jarvan érkezik a keleti oltárra, és ugye probléma nélkül be is gyűjtik. Leona felveszi közben talán a HP-t. Ugye, hát amit mondtam, alsó vonalon, alsó ágon látszik, és amit mondtam, hogy a papírforma szerint Fiora azért pusholja minimálisan a lane-t. Ziggs viszont nagyon ügyesen és megfontoltan játszik.
Közben ne haragudjatok, csak itt csúszkálnak el nekünk a technika ördöge. Talán most már egyenesbe jövünk, igen. Jó, vegyük fel a fonalat, ugye Eni itt keményen apéra épít. Menjél. Igen, ugye láthatjuk, hogy boton elég szépen tartják a formát a játékosok, igazából toppon is. Xinzao veszi a jungler itemeket. Ugye Fiora már elég szépen rágyúrta arra az AD-ra, valószínűleg egy hidrával fog kezdeni. Leonnánál láthatjuk support item. És Annie talán megpróbál fent segíteni? Igen, nagyon úgy látszik hátulról megpróbál egy kis segítséget hozni. És nem, inkább a junglert szedik. Igen, le van a segítségével. Lix közben farmolgat, Annie érkezik vissza alsó lénre, és Leona ugye felsőre Jarvannak. Ami érdekes, ugye szerintem a lila csapat arra játszhatott, esetleg arra spekulálhatott, hogy egy Jarvan-Leona kombóval tudják majd dominálni a felső ösvényt, és amint befejezem a mondatot, nagyon úgy látszik, hogy be is jön a taktikájuk, ugye elkezdődött az engage, viszont Ziggs hatalmas damage-et visz Jarvannak, menekülnie kell, és valószínűleg Ziggs nem fogja tudni elvinni. Ziggsnek is nagyon kevés HP-je, viszont Fiora rácsúszik Jarvára, megvan neki, elviszi Ziggset, Leonának kell menekülnie, ő is megvan Fiorának, és valószínűleg Annie-t is el fogják vinni, és Fiorának ezzel hármas gyilkossága van a hatodik percben, és leészel a kék csapat. Hatalmas nagy játékot láthattunk, és ugye míg a kék csapat egy játékost vesztett, addig le is észeltek, így bőven megérte nekik a trade, arról nem is beszél, hogy az ellenfélnek az oltárát is átveszik könnyedén. Igen, Fiora ezzel hatalmas előnybe került, ugye 2000 golddal vezetnek is, hát ez egy nehéz meccs lesz. Igen, Fiora ugye tudhatjuk, hogy az ultimate képességgel hatalmas damage-et tud letolni, és méghozzá csapatszinten, tehát nem csak egy ember tud vele kifókuszálni, hanem mind a három ellenséges játékossal tud majd damage-et osztani vele, és ugye a lénerével szemben is hatalmas előnye van, 4-0-ban van Fiora, míg Annie 1-2-ben és farmban is vezet, bár ott nem annyira tetemes az előnye. Igen, és ugye látjuk, Annie-nél valószínűleg egy korokpálcája akar épülni, amiről beszéltünk, már kicsit HP-t építi is. Igen, ezt már említettük a Champions Select-ben, közben Leona és Jarvan nem pushol, hanem inkább viszik a jungle mobokat. Annie-nek szerintem most már passzívabban kell játszani, igen, nem ismer nagyon kimenni a lane-re, inkább jungle-ben farmolgat, ő is most érkezik. Fiora viszont felső ösvényre érkezik, lehet, hogy Ziggs mellé beáll esetleg segíteni. Visszapusolják, esetleg észrevehették azt, hogy valami gyenge pontja van Leonának és Jarvannak. Nem, ott is hagyja, az X szabadon farmolgat, Fiora közben érkezik alsó vonalra. Ugye most vagy az lehetett volna az opció, hogy vagy besegít Ziggsnek, vagy pedig ugye visszaérkezik alsó vonalra, és Annie ellen most már könnyedén tud játszani, és még könnyedebben farmolni. Igen, és ugye Fiora már meg is vette Tiamatot és a Vampir Jogart. Hát már nem sok gold választja el a Hydrától. Igen, az valószínűleg a következő hazaérkezésénél meg is lesz, ami viszont már tényleg olyan damage-et biztosít neki, amit Annie nem valószínű, hogy le fog tudni védeni. Nagyon nagy szüksége lesz egy Leona Jarvan segítségre ahhoz, hogy el tudják vinni. Ugye most is csak és kizárólag a stunja tudta megmenteni Annie-t. Kiment rá a fárasztás is. Hát érdekes. Leona és Jarvan közben visszaveszik a nekik járó oltárt. Így is van, ebben a kék csapat nem is próbál meg ellenlábaskodni. Érkeznek vissza a felső ösvényre. Xinzao farmolgat, most egy kicsit talán lenyugodnak a csapatok. Közben Leona ugye közeledik Ziggsre, nem engedi oda a farmhoz. Xinzao jön, talán, igen, és körbeveszik a csapatokat, viszont Fiorát le tudta stunnolni, Leona nagyon szép mozdulattal érkezik, viszont Jarvanra, Xinzao, és hatalmas egy kombó, szóval sem jutok. Fiorának valószínűleg megint meg lesz a double kill-je, hihetetlen, hogy feedet kap, nem tud rácsúszni Ziggsnek, kimegy az ultimate-je, nem számított rá, és viszont Annie nagyon szépen ultizik el, elviszi Fiorát. Ziggs nagyon szeretné Annie-t, viszont nem lesz meg neki, és Annie-nek megvan a double kill, a torony kivégzi Ziggs-et.
Ziggs túl sokat akart vállalni, és ezzel most helyzetbe hozták Ennit, hiszen 1-2-ből 3-2-be tették. Fiora nyilván nem nagyon bánja, ő 6-1-ben van, ugye meg is van a hidrája, ami várható volt, Xinzao pedig vissza bekkel, nem maradott már kint harcolni. Hát érdekes fight volt, én úgy gondolom, hogy Ziggs ezt most egy kicsit túlvállalkozta, kijöhetett volna előbb. Nem volt olyan fontos az a zeni, hogy torony alá menjen érte, ilyen kis szinten ugye fél HP-val, de mindenki követel hibákat, közben Jarvan és Leona már vissza is érkezett a lane-re, Ziggs indul el most lefele, Fiora jön föntre. Lehet, hogy esetleg lane cserélnek, mert ugye nagyon nagy ellenfél lenne most már Jarvan és Leona Ziggsnek, nem akarnak szerintem már vele próbálkozni a kék csapat játékosai, és inkább Fiora érkezik a felső ösvényre. Ziggs pedig Annie ellen fog harcolni, aki ellen szintén nem lesz túlzottan nagy előnye, mert ugye Ziggs 0-2-be van, még Annie 3-2-be, de még mindig jobb, mint hogyha a double lane ellen kéne játszani, a közben ugye Jarvan és Leona helyezkedik, talán rá fognak menni Ziggsre, Ziggsnek vissza is kell bekelni, a Leona rácsúszik, le tudja stunnolni, Annie stun is megérkezik, Leona ultimate is kimegy, és probléma nélkül viszik el. Xinzao nem ment oda, hogy segítsen Ziggsnek, lehet, hogy inkább úgy volt vele, hogy biztosan megy, nem ad még egy killt, ha esetleg rosszul sülne el a dolog. Nagyon szépen leérkeztek, furcsálom, hogy a kék csapat másik két játékosa nem érkezett, hisz láthatták, ugye Xinzao-nak volt vizsonja arra, hogy jön a felső ösvény két játékosa, nem érkeztek be, és ugye Fiora se tud bekezdeni, valószínűleg gyanítja a lila csapat, hogy Fiora közben megérkezett, és nem akarnak vele harcolni, ugye megvan a hidrája. Felesleges lenne. Igen, ugye Xinzao-nál közben megtalálhatjuk a letaszított király kardját, a bodrköt. És Jarvan is építi már a hidráját. Ugye Jarvan ott hagyta farmba az X-et, elég szépen, és Annie pedig tartja Fiora mellett a lépést. Igen, és a kék csapat közben megkezdi Wilmot, el fogják vinni, valószínűleg megvan az első pókja, igen. Plusz gold nagyon jól jön most a csapatnak. Hát igen, erre mondjuk lehetett számítani, hogy mivel eléggé kiegyensúlyozott a mérkőzés, bár a kék csapat ugye vezet goldban, nem túl nagy az előny, tehát nem egy tetemes előny, és kill számban pedig egyértelműen szinte semmi különbség nincs, ez a két kill az egy jobb trade-nek köszönhető a kék csapatnál. Igen, ugye most megpróbálják bevárni Ziggs-et, hát ha még egyszer el tudják kapni, mint az előbb, de nem jött össze. Ziggs észnél van, tudja, hogy nem szabad pusholnia, nyilván ugye már Jarvannal sem merne harcolni, nem, hogy egy Jarvan Annie Leona kombóval. Közben, hogyha megnézzük, Xinzao-nak az egyéni teljesítménye nagyon-nagyon-nagyon szép, nagyon jól csinálja, amit csinál, nem halt, viszont van 6 asszisztja, ami jungleként nagyon-nagyon jó. Én úgy gondolom, a killeket és a killeket sem vitt el ugye egyet sem, se Fiora, sem pedig Ziggs elől, nagyon szépen adja a két carry karakternek a killeket, míg neki is megvan ugye már a letaszított király kardja. Jól játszanak, nagyon jól játszik a kék csapat, alul a csapattal egyetemben. Igen, és Jarvan elérte a 110-es formot, hát nem sokára megdupláz az X-ét. Igen, a kék csapat most talán az oltárra pályázik, és hogyha Jarvan, hogyha most a lila csapatnak a három tagja hazamegy, mind a hárman, akkor át tudnák venni az oltárt, de nem mozdulnak ki a bokorból. Nem tudom, mire várnak, tehát most az oltár meg lehetett volna hármuknak, ők viszont nem mozdulnak még, és most kimennek, se az oltárt nem viszik el, se semmi hasznot nem csináltak ebből a farm kimaradásból, nem tudom, hogy ennek mi lehetett a célja, nem értem.